Köszöntöm nézőinket! Önök a Tónatáj Televízió híradóját látják, Vig Gabriella vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Előnyből indulhatnak egyetemre, plusz felvételi pontokat és krediteket szerezhetnek a diákok. Bizakodnak a gazdák, az időjárás egyelőre mellettük van. Ordugulás, kaparótorok, szem és orviszketés, egyre több az allergiás. Felvette az aktust, elítélték. Még mindig kevesen tudják, hogy az intim képek, videók továbbküldése illegális. Komoly előnyhöz juthatnak azok a fiatalok, akik a Tolna megyei szakképzési centrum két iskolájából felvételiznek a Dunaújvárosi Egyetemre. Ráadásul, ha bekerülnek a középiskolai tanulmányaiknak köszönhetően, akár fél évvel korábban is megszerezhetik a diplomát. Ezekkel kapcsolatos megállapodást írtak most alá az intézmények vezetői. Mások mellett plusz krediteket szerezhetnek ezentúl azok a diákok, akik a Dunaújvárosi Egyetemre jelentkeznek a Tolna megyei szakképzési centrum két intézményéből. Az AD és a Bezerédi technikumokból felvételiző fiatalok így akár fél évvel is lerövidíthetik felsőoktatási tanulmányaikat. Az ezzel kapcsolatos együttműködési megállapodást most írták alá a felek. Ez egy iskolákon átívelő együttműködésnek az alapja a jövőre nézve. Ami a szakképzés átalakításait illeti, azt gondolom az elmúlt év nagyon-nagyon sok eredményt hozott. Egyrésztről azt biztonsággal el tudom mondani, hogy a szakképzésből az egyetemre jelentkezők száma nagyon nagy mértékben számszakilag 74%-kal megnövekedett. A szekszárdi Ady Endre Technikumból a gépészeti, valamint az informatikai és távközlési ágazatok vesznek részt egyelőre az együttműködésben. Ez most már a belépésnél is egy olyan előny, egy olyan lehetőség, ami új jelentkezőket és egyre jobb jelentkezőket hozhat az iskolába, ebben biztos vagyok. És igazándiból a felvételi átlagokon jelentkezik is az a javulás, amit mi vártunk az új szakképzési rendszernek a változásai során. Olyan rugalmas tanulási utak vannak benne az iskolában, a technikumban, amik az egyetem felé rengeteg előnyt kínálnak. A Bezerédi István Technikum szintén csatlakozott a kezdeményezéshez. Ők a gazdálkodás és menedzsment ágazatban tanuló diákjaiknak nyitottak ezzel új kapukat. Megfeleltettük a tantárgyakat, a tananyagegységeket lényegében, és ezáltal a diákok a fél év spórolást a felsőoktatási tanulmányokban el tudják érni. Nagyon-nagyon lényeges az is, hogy ez a kapcsolat ez még az elején jár, már nagyon sok minden történt, de még nagyon sok minden fog is. A Tolna megyei szakképzési centrum és a Dunaújvárosi Egyetem a tervek szerint a jövőben több közös rendezvényt is tart majd. Tolató autó gázolt el egy kerékpárost Faddon. Egy helyi sofőr tolatott ki egy parkolóból csütörtökön a délelőtti órákban, a Mátyás Király utcában. Az autós nem vette észre a mögötte Öreg utca irányába kerékpározó nőt, és közben elütötte. A balesetben a kerékpáros könnyebben megsérült, emellett még két személyi sérüléssel nem járó balesetnél intézkedtek Tolna vármegye rendőrei az elmúlt 24 órában. Sajnos még nem lehet kivezetni az árstoppot. Az ársapkákat nem tudjuk kivezetni, ami eddig történt, az kevés. Ezt a miniszterelnök mondta szokásos péntek reggeli rádióinterjújában. Orbán Viktor arról beszélt, hogy vannak az élelmiszerboltokban áresések. Az olcsó árral van, aki tud több vásárolt bevonzani, de kevés terméknél van még az így. A kormányfő áprilisban érzékelhetőbb általánosabb infláció csökkenést vár, május-júniusban nagyobb esésre számít. Bár fagyok is voltak az elmúlt hetekben, és az időjárás sem mondható éppen szokványosnak, eddig nincs nagyobb gond a termőföldeken. Ezt mondja a szakértő. Kővári László szerint most sokkal nagyobb gondot jelent, hogy rengeteg gabona a tárolókban maradt az ukrán import miatt. Szakemberek szerint a 2022-es az évszázad egyik legmelegebb nyara, és egyben éve is volt. A téli időszak azonban behozta a lemaradást csapadék szempontjából, aminek köszönhetően a földeken el tudták végezni a talajmunkákat, és az őszi vetések is szépen megindultak. Az enyhe időjárás miatt azonban a megszokottnál korábban kezdtek el fejlődni a növények, és a kártevőket, betegségeket sem gyérítette a hideg. Nagyon érdekesen alakult ez az április hónap, mert ugyan mindegyik hónap, az idei hónapok is melegebbek voltak az átlagnál 2 fokkal, 3 fokkal is, ez a március is, de rettenetes rapszódikus, mert fagyok is voltak, de 20 fok fölötti hőmérséklet is. És hát ez egy kicsit kicsalta a növényeket,
Ugye, ami mondom még egyszer, túl korai, illetve nem egészen szerencsés, hogy nem volt hozzá hideg. Minden esetre a munkákat nem hátráltatta, és a mostani esőzések is bizakodásra adnak okot. Kővári László szerint most sokkal nagyobb gondot jelent, hogy rengeteg gabona a tárolókban maradt az ukrán import miatt. Megakadt Magyarországon, illetve Közép-Európában, pedig ez az afrikai részre volt szánva. Úgyhogy hát itt most próbálnak uniós szinten is az agrárosok egyeztetni valamilyen szinten, hogy megmentsék a gazdákat attól, hogy gond legyen, mert sokan vannak, akik mondom még egyszer nem kapták meg a... nem tudták eladni, vagy nem akarták akkor még eladni, és most meg bizonytalan, hogy mikor és milyen időszakban fogják tudni eladni. Nagy István agrárminiszter a napokban jelentette be, hogy a kormány új intézkedéseket vezet be, és még szigorúbban ellenőrzi majd az Ukrajnából a szolidaritási folyosón érkező gabonát, hogy az ténylegesen eljuthasson az eredeti célországokba. Az Agrárminisztérium a vidékfejlesztési program keretében meghirdetett a mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése és az öntözési közösségek együttműködésének támogatása című rendkívül sikeres pályázati felhívásokat ismét meghosszabbította. 2023. október 1-ig lehet benyújtani a támogatási kérelmeket, közölte Nagy István agrárminiszter. Az AEM a szélsőséges időjárási viszonyok, a csapadék egyenetlen eloszlása és a tavalyi súlyos aszályhelyzet miatt továbbra is kiemelt területként kezeli az öntözéses gazdálkodás fejlesztését. A tárcavezető felhívta a figyelmet, hogy a beruházási pályázati kiírás továbbra is egyebek mellett tározó terek, új vízkivételei művek kialakításához, új öntözőgépek és sővezetékek telepítéséhez és az elavult öntözőrendszerek elemeinek cseréjéhez biztosít támogatási forrást a gazdák számára. Az öntözési közösségek együttműködésének támogatása című felhívás keretében pedig a meglévő, közös érdekeltségű öntözőtelepek üzemeltetésére és az új öntözési beruházások előkészítésére lehet pályázni, ismertette a miniszter. A két pályázati lehetőség alapján a termelők együttesen már 50 milliárd forintot meghaladó támogatásba részesültek. A jövőben pedig a KAP stratégiai terv keretei között lehet majd támogatást igényelni öntözésfejlesztésre, amelynek révén további 70 milliárd forintot tervez a szaktárca a területre fordítani. A múlt héten 18.600-an fordultak orvoshoz influenza-szerű megbetegedéssel, a figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései szerint, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ heti jelentésében csütörtökön. Azt írták, április 3-a és 9-e között a 4 munkanapból álló 14 naptári héten az országban 154.600-an fordultak orvoshoz akut légúti fertőzés tüneteivel. Közülük 18.600 embernél influenza-szerű megbetegedést diagnosztizáltak. Utóbbiak közül a betegek 40,9%-a gyerek, 30,2%-a 15-34 éves. A 35-59 évesek korcsoportjába tartozott a betegek 21,8%-a, 7,1%-uk pedig 60 éven felüli volt. A 14. héten valamennyi közigazgatási területen csökkent az influenzás tünetekkel orvoshoz fordulók gyakorisága az előző héthez viszonyítva. Szem- és orviszketés, kaparó torok, ordugulás. Sokak számára ismerősek ezek az allergiás tünetek, amelyek általában először tavasszal jelentkeznek. A szakember azt mondja, évről évre egyre többeket kínozza a pollen szezon. Ezért aki tudja, hogy érzékeny erre az időszakra, érdemes még az idény kezdete előtt felkészülnie. Az enyhe időjárás miatt a korábbi évekhez képest már hetekkel ezelőtt elkezdődött az idei allergia szezon. Februárban az éger és a mogyoró, márciusban a ciprus és tiszafa félék, a nyár, a kőris, illetve a juhar pollenszemei uralták a légkört, áprilisban pedig jellemző, hogy nagyon sokféle allergén növény virágpora egyszerre található meg a levegőben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. A házi orvos szerint pedig ilyenkor a leggyakoribb tünetek a nátha, ordugulás és a köhögés, mellett a szem- és orviszketés. Aki már tudja, hogy allergiás, és azt is tudja, hogy mire, az a tünetek jelentkezése előtt célszerű, hogyha egy-két héttel már elkezdi szedni a gyógyszerét, ebben az esetben a tünetek nem jelentkeznek. Ha valakinél ez frissen jelentkezik, ebben az esetben nem az a teendő, hogy rögtön elszaradunk allergológushoz vagy tüdőgyógyászhoz, aki kideríti, hogy mire allergiás, hanem ilyenkor kezeljük a beteget,
és a szezon lejárta után, amikor már nem kell gyógyszert szedni, akkor utána kell elmenni tisztázni, hogy mire allergiás az illető. A szezon egyébként évről évre egyre korábban indul és később is ér véget. Általában október-november környékén kezdődik a légúti allergiás betegségek csökkenése, mondja a szakember. Minden évben egyre több és több jelentkezik, ez gyakorlatilag egy urbanizációs ártalom. Jósolták már azt, hogy néhány év múlva tulajdonképpen minden második, harmadik ember allergiában fog szenvedni, valamiféle allergiában. A szervezet általában védi a testet a betolakodóktól, például vírusoktól és baktériumoktól, amelyek betegségeket okozhatnak. Az allergiás emberek immunrendszere azonban az ártalmatlan anyagokra, például pollenek, háziállatok szőre, poratka is úgy reagál, mintha káros lenne, és emiatt olyan folyamatokat indít el a szervezetben, amelyekkel védekezik ellene. Kezelés nélkül a légúti allergiás tünetek nem múlnak el, sőt, szövődményként asztma is jelentkezhet. Pénteken bruttó 3 forinttal emelkedett a 95-ös benzin nagykereskedelmi ára. A gázolajé a héten nem változott ezúttal. Így a benzin átlagos literenkénti díja bruttó 613 forintra nőtt, míg gázolajért átlagosan 585 forintot fizetünk. Az autósoknak érdemes odafigyelni, ugyanis egyes kutak árai között akár 10 forintos eltérések is lehetnek. A szépkártyák alszámláin 2022. október 15-ig jóváírt összegeket 2023. május 31-ig lehet kedvező adózás mellett felhasználni, ezt követően a kártya tulajdonosnak a teljes adótartalmat meg kell fizetnie. A jövőben a 15%-os kedvezmény egy évig lesz érvényes. Jelenleg mintegy 100 milliárd forintnyi alvópénz található a szépkártyák szálláshely, vendéglátás és szabadidő alszámláin annak ellenére, hogy a koronavírus járvány idején a felhasználás ösztönzése érdekében a kormány eltörölte a korlátokat, így például lehetővé tette az alszámlák közötti átjárhatóságot. Fiatalkorú barátnőjéről készített pornográf videót egy férfi, majd azt átküldte az ismerősének. Az ügyből rendőrségi feljelentés lett, amiben most született ítélet. Mindössze 17 éves volt a lány, aki nem sejtette, hogy a szexuális kalandja miatt hamarosan egy bűncselekmény áldozatává válik. Az együttlétüket a párja ugyanis kamerára rögzítette. A videót aztán átküldte egy ismerősének. A sértett egy gyermekotthonban lakott, a tartalom végül az egyik nevelőhöz is eljutott, ő tett feljelentést a rendőrségen. A szexuális járásbíróság ítéletet hirdetett gyermekpornográfia büntettében, amiért a vádlottat 10 hónap börtön ítélte, a végrehajtását azonban 3 évi próbaidőre felfüggesztette, emellett még kiszabott a bíróság 200 ezer forint pénzbüntetést is a vádlottal szemben. Bár a videót, mire a rendőrök megjelentek, a fiatalok már valamennyiük telefonjáról kitörölték, ettől függetlenül a bűncselekmény már az első továbbításkor megvalósult. A vádlott tudta azt, hogy ezen 18. életévét be nem töltött sértett szerepel, így elköveti a bűncselekményt, aki ilyen felvételt megszerez, vagy azt továbbítja, vagy azzal kereskedik, vagy azt feltölti az internetre, vagy bármilyen módon hozzáférhetővé teszi, ezért állapította meg a bíróság a bűnösséget, és ezért szabott ki büntetést, hozzátéve azt is, hogy ezen bűncselekmény igen súlyos szabadságvesztés büntetéssel fenyegetett. Az ítélet azóta már jogerőre emelkedett, mert azt a vádlott és az ügyész is tudomásul vették. Regionális híreink következnek. 40 gyermek mérte össze tudását. Közlekedésbiztonsági vetélkedő a pécsi Kressz Parkban. Lakásotthonokban, gyermekotthonokban élők népi alkotásaiból nyílt kiállítás Pécsen. Baranyavár megye támogatja a kezdeményezést. PMSC 50. Már gyűlnek a futballerekék, elkészült a jubileumi program. Negyven pécsi gyermek mérhette össze Kressz tudását. A kerékpáros iskolakupa és a Ki a mester két keréken közlekedésbiztonsági vetélkedők városi döntőjét rendezték meg ugyanis a Drótszamár közlekedési parkban. Elméleti és gyakorlati feladatok, ügyességi, valamint szabályossági versenyek vártak a fiatalokra. Az eseményen elhangzott az is, idén 50 éves a pécsi Kressz Park. Indulhatnak.
Sípszóra indulhattak a gyerekek a Pécsi Kressz Parkban a szabályossági versenyen. A fiatalok a kerékpáros iskolakupa, valamint a Kia Mester kétkeréken közlekedésbiztonsági vetélkedő városi döntőjén vettek részt. Általános iskoláskorú gyerekek mérhették össze tudásukat, elméletben majd gyakorlatban. Az idei versenyen is indult a tavalyi országos bajnok. Szentkereszti Rékát kérdeztük a múlt évi győzelemről. Nagyon sokat gyakoroltunk rá, egész iskolaidőben minden délután voltunk kint gyakorolni, és hát ugye volt ügyességi pálya, akkor volt tesztlap, és egyébként nagyon jó volt a kint, mert ugye Egerben voltunk, és hát elég jó érzés volt megnyerni, mert mindenben első lett a csapatunk is, Baranya megye csapata, első lettem ügyességi versenybe is, és így mindenben. Ezúttal is a Pécsvárosi Baleset Megelőzési Bizottság és a Kultúrát Közlekedéssel a Gyermekekért Alapítvány közösen szervezte meg a programot. Idén is hasonlóképpen áll össze a megmérettetés mindkét vetélkedő vonatkozásában. Ezt megelőzte egy városi selejtező, városrészenként Pécsen egy-egy általános iskolában, ahol közel 150-en vettek részt, és ma a döntőre 40 gyerek jutott be. Külön értékeljük a fiúkat és a lányokat ebbe a két kategóriába, amit említettem. Itt már ügyességi, szabályossági pálya mellett tesztlapot töltenek ki. Ebben a parkban a városi utakhoz hasonlóan aszfalt burkolaton haladhatnak a fiatalok. Különböző jelzőtáblák és lámpák, felfestések teszik próbára a gyerekek tudását, miközben ellenőrzött körülmények között tanulhatnak meg biztonságosan közlekedni. A Baranya vármegyei lakásotthonokban, gyermekotthonokban élő serdülők népi képzőművész alkotásaiból nyílt kiállítás Pécsen. Az eseményen az alkotók is részt vettek. A Fény újjászületése és visszahúzódása című tárlat a Várkonyi Nándor fiókönyvtárban tekinthető meg. Ezeken a falakon elgondolkodtató és kifejezetten szép szemetnyugtató alkotások láthatók a Baranya vármegyei volt és jelenlegi állami gondozott fiatalok alkotásaiból. Őri László, a vármegyei önkormányzat elnöke köszönetet mondott Platti István művészetterapeuta áldozatos munkájáért, amelyet a fiatalok nevelésében, művészeti oktatásában végzett. A népművészetre való nevelés módszere a Pécsi Értéktárba is bekerült. Nem véletlen, hogy hosszú évekkel ezelőtt, talán egy évtizede, mikor kezdeményezésemre döntöttünk arról, hogy a Pécsi Gyermekotthonban a magyar népművészetre, néphagyományokra alapuló egyedi nevelési módszer, ez bekerült a Pécsi Értéktárba is, mint Pécsi Érték. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos egyedi sajátossága Pécsnek és egész Baranya vármegyének, és én azt gondolom, hogy a pécsi gyermekek is sokkal jobb körülmények között vannak ezáltal itt Pécsett a gyermekotthonban. A lakásotthonokban, gyermekotthonokban élő serdülőkorú fiatalok művei népi képzőművészeti alkotások. Ezeket a munkákat a népművészet ihlette, mondta Platti István művészetterapeuta, a Pécs Gyermekotthon korábbi igazgatója. Főleg a kórosi református templom mennyezet kazettái, továbbá belső ázsiai üzbék hímzéseket használunk föl, de ezeket nem másolják a gyerekek, hanem csak gondolatébresztőként vetítem ki, vagy mutatom be nekik, és akkor ők ezt tovább gondolják, tovább alkotják, beleviszik a saját személyes gondolataikat. Szoktuk ugye ezeket a motivumokat átbeszélni, mi az üzenete. Ezek egy-egy természeti időszakokat jelenítenek meg. A kiállítás címe és témája a fény újjászületése és visszahúzódása a lélekről is szól, amikor kitárulkozunk, illetve befelé fordulunk. A tárlat Pécsen, a Nagyjenő utcában található Várkonyi Nándor fiókkönyvtárban tekinthető meg. Éppen 50 évvel ezelőtt alapították a PMSC-t. A jubileumra egésznapos programsorozattal készülnek, amely során a művész és a parlament válogatott is pályára lép, de a PMSC öregfiúk a Fradi öregfiú gárdájával gálamérkőzést játszik. Az évfordulóhoz kapcsolódva a PMSC öregfiúk egyesület majdani kiállítás reményében elkezdte gyűjteni a futball erekéket, relikviákat. Ez például az első válogatott mezem. Úgyhogy ezt az NSZK-en debütáltam, akkor volt, ez pedig lókeremből 9-es, ezt kaptam meg, és ebben rúgtam a legtöbb gólt.
Már gyűlnek a futball erekék, de a mezeken kívül mások mellett Rapp Imre táskája, egy Stuttgart zászló, katalogizált újságcikkek, a labdarúgás című folyóirat összeszáma. Ezt mind a PMSC Öregfiúk Egyesület felhívására adták jó részletétbe a felajánlók. A cél, hogy egy-két éven belül kiállítást hozzanak létre az összegyűlt relikviákból. Különlegeségek vannak, tehát például itt van ez a Stuttgart zászló, amit tavaly tudtunk visszaszerezni. Ezt ugye a PMSC-vel, mint a klubba közösen kifizettük, és a rákos gyerekeknek ajánlottuk fel azt az összeget. Ez például visszajött, és hát például nekem a mezeim egy volt barátomnál volt, amit már is felejtettem, a Dózsa Pisti barátomnál is, most a fia hozta nekem vissza, úgyhogy elkezdett menni ennek a híre, és egyre több felajánlás érkezik. A PMSC Öregfiúk Egyesület egy nagyszabású ünnepre készül. A jelenleg MB2-es csapat jogelődje éppen 50 évvel ezelőtt alakult. Május 13-án a legkisebbek is pályára lépnek, de a művész és a parlament válogatott is elfogadta a meghívást. A PMSC Öregfiúk csapata a Fradi válogatottal fog gálamérkőzést játszani ezen a napon. A PMSC Öregfiúk Egyesület az évfordulóhoz kapcsolódva egy majdani kiállítás reményében kezdte el gyűjteni a futball erekéket, relikviákat. Végül mutatjuk újra röviden Tolna vármegye legfontosabb híreit. Előnyből indulhatnak egyetemre, plusz felvételi pontokat és krediteket szerezhetnek a diákok. Bizakodnak a gazdák, az időjárás egyelőre mellettük van. Ordugulás, kaparótorok, szem és orviszketés. Egyre több az allergiás. Felvette az aktust, elítélték. Még mindig kevesen tudják, hogy az intim képek, videók továbbküldése illegális. Szombaton és vasárnap újabb csapadékhullám keresztezi az országot, egész nap borongós, hűvös idő valószínű, ismétlődő, szorványosan kialakuló esőkkel. Előre láthatólag hétfőn, kedden és szerdán sem változik lényegesen időjárásunk jellege. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!